Új év alkalmával sokan tesznek fogadalmat, legtöbbször arra, hogy felhagynak a rossz szokásokkal, és egészségesebben étkeznek, többet mozognak. Azonban gyakran pár hét elteltével elmúlik az ambíció. Szakemberek szerint elsősorban a fokozatosság hiánya, ami miatt kudarcba fulladhatnak újévi terveink. 20-tól. Ebből nyugodtan, ha megy, akkor mehet 16. Kenyrát Henrietta, szexárdi edző azt mondja, 10 emberből 9 már egy hónap után feladja. Ahhoz, hogy az utóbbit elkerüljük, elsősorban ne távlati célokban gondolkodjunk. Nagyon sokszor halljuk, a csapból is ez folyik, hogy az étkezés a 70%-a. Tehát valaki eljöhet edzeni, és hetente 5-ször edzhet, hogyha nem úgy étkezik, hogy az megfelelő mennyiségű tápanyagokat vigyen be a szervezetébe, de ha már elhagyja a fehérlisztet, elhagyja a cukrot, és rostokat eszik, akkor már egy lépéssel közelebb van, illetve a napi 5-szöri étkezést, azt nem győzöm hangsúlyozni. Kertész Ágnes pszichiáter szerint nagyon nehéz az évtizedek óta berögzült rossz szokásoktól hirtelen megszabadulni. Tudatosan kell készülnünk azokra, és fontos, hogy a minket körülvevők is támogatást nyújtsanak. Talán a legfontosabb a tervezés, hogy egy végig gondolt, előre tervezett, és nagyon gyakran fokozatosan bevezetett fogadalom betartásra van szükség, hiszen a rossz szokásainkat nagyon-nagyon nehéz elengedni. Az is nagyon fontos, hogy ne valamiről lemondjunk, hanem hozzátegyünk valamit. A pszichiáter azt mondja, gondoljuk át, mi az, ami szükséges ahhoz, hogy hatékonyak legyünk, és érdemes naplót is vezetni a részeredményeinkről.